Sziasztok, én Viktor vagyok, és ez pedig itt a Recycling. A mai videómban azt fogom megmutatni, hogy hogyan készítettem egy ilyen monogramos övcsatot. Az övcsatnak a befoglaló része és maga ez a kő utánzat, ami igazából egy ilyen két komponensű műgyantából van, ez adott volt. Tehát én ezt egy ilyen használt övvel együtt szereztem valahonnan, már nem tudom honnan. És magát a monogram részt csináltam én. És hát ezt fogom megmutatni, hogy ez hogy is készült. Ezt tudni kell egyébként, tehát én gyűjtöm az övcsatokat, és ilyen monogramos övcsatom még nincsen. Tudtam volna rendelni külföldi oldalakról, de az mégse az igazi. Tehát azok ilyen kis öntvény, akármi. Szoktam rendelni külföldi oldalakról is, de azok olyanok, ami vagy ilyen vicces övcsatok, vagy olyan, amit esetleg ami eredeti, mondjuk, és amit én nem tudok megcsinálni. Tehát mondjuk például egy Siskiyou övcsat, az azért, tehát azt azért érdemes megrendelni. Viszont egy ilyen monogramos övcsatot úgy gondolom, hogy sokkal egyedibb és sokkal jobb, ha az ember saját maga csinálja meg. Hát következzen a videó. Most egy olyan projektet mutatok ti néktek, amit megint sikerült úgy csinálnom, hogy közben elfelejtettem videózni, mert hogy ha valami eszembe jut, akkor azt egyszer csak úgy elkezdem csinálni, és elfelejtkezek a videózásról. Na de, most még időbe kapcsoltam. Megterveztem a kis betűmet. Így, ezt így kisvágtam. És egy ilyen rézlemezből ki, ugye, olóval, lemezvágó olóval, egy kis betűcskét. Majd most így néz ki per pillanat. Itt van egy ilyen jó kis gravírozó, amiben be is lehet dugni hálózati töltőbe. És akkor egy ilyet sikerült alkotnom. Ez most így néz ki. Ez a helyzet. Megint sikerült egy kicsit barázt alkotnom. És műsoron kívül én ezt ide felragasztottam. Most a következő lépés, hogy ezt a szép fényes műanyag dolgot én ezt megcsiszolom ilyen matra. Azért csinálom, hogy utána az egészet, tehát a betűvel együtt ezt a hátteret is egy lakfelülettel bevonom, és akkor egyrészt az szintén valamilyen szinten megfogja a betűt, tehát felragasztja. De most ugye csak meg van pöttyintve egy pár helyen pillanatragasztóval, és a lak meg majd szépen megfogja, mert hogy szépen alá fog folyni, és akkor mindenhol szépen fogni fogja.
Igen, ez egy egyszerű parkettalak. Lényeg, hogy vizes bázisú akril. Tehát mindegy, mert ha ilyen hobbi lakkot veszünk, tök ugyanez van benne. Az ugye kisebb mennyiségben van csomagolva, és ráadásul lényegesen drágább. Hát úgy néz ki, hogy megszáradt a kis lakunk. Úgyhogy jött a következő réteg. Igazából ez egy ilyen selyemfényű történet, úgyhogy nagyon fényes nem lesz. Nekem egyébként tetszik az, hogy ilyen selyemfényű. Látjátok? Már most látszik, hogy ilyen vászon jellegű bevonat van rajta. Itt hátul ez meg ilyen fényes. Nem rossz, nem rossz. Na, meglátjuk, ha megszárad. Így most egyelőre. Ennyi. Túl vagyunk a második réteg száradásán is. Itt láthatjátok, igen, ott van a kis textúra, tehát látszik ez a tényleg ilyen vászonszerű lett így. És szép kis selyemfénye van. Teljesen jó. Nagyon jó kis masszív darab ez egyébként, ez egy ilyen bronz öntvény, amiben van ez a jó vastag műgyanta betét, és akkor ezen így pont jól mutat ez a kis monogrammos részbetét. Remélem tetszett a kis videóm. Remélem, hogy kedvet kaptatok ti is hasonló kis dísztárgyak vagy ruha kiegészítők készítéséhez. Ha gondoljátok, nyugodtan megoszthatjátok a kis videómat, vagy írhattok hozzászólást is, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, és hogyha nem akartok lemaradni további kis felújítós videóimról, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és minden új videót fogtok tudni követni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!